Hát jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kezdőkör nézőit. Vele is csapunk a közepébe, mert hogy azért van miről beszélni. Ma a kezdőkörben itt van velünk Somos Zoltán. Jó estét mindenkinek! Zsombor Bekéktől. Jó estét! És a Hírlaptól. Illetve a Hírlap és a Fehérvár Média Centrum közös koprodukciójában. Német Krisztián. Jó estét kívánok! Hát sziasztok! Tényleg van miről beszélni. Az azt gondolom, hogy elmondható, hogy, hogy megint egy olyan hétvége után vagyunk, hogy nem ez volt a legsikeresebb fehérvári hétvége, de ennek ellenére nyilvánvalóan, hogy nagy betűkkel kerül majd bele ez a hétvége a jégkorongozók miatt a fehérvári történelem könyvekbe. Hogy értétek meg ezt a... Tényleg ezt a mert a rádióban, Vörösmarty rádióban is Zolival beszélgettünk tegnap reggele arról, hogy itt van április 11-e, ma már ugye 12-e, és ilyenkor általában már azt szoktuk számolgatni, hogy hány nap még az első, vagy hát a szurkolók nyilván, a hoki szurkolók elsősorban, hogy hány nap van még az első jeges edzésig. Mi újságírók azt szoktuk éppen megírni, hogy kit jelentettek be, aki a következő szezontól majd itt lesz, vagy adott esetben tényleg a válogatottra fókuszálunk, nem pedig arra, hogy ilyenkor még játszik a Hidrófehérvár V19, és ugye csak a rendkedvéért, ugye tegnap véget ért a csoda, a Salzburg ugyan söpréssel nyerte meg a bajnoki döntőt, de azért egyik találkozó sem volt tükörsém, úgyhogy tényleg van mire büszkének lenni. Hogy értétek meg? Hát talán egy győzelem járt volna minimum a fiúknak, mert tényleg, ahogy mondtad, az összes találkozó szoros eredményt hozott. Volt az első mérkőzésen kint Salzburgban hosszabbítás, kétszeri hosszabbítás után dölt el a találkozó, de valahogy mindig ilyen apró gólokkal nyert. Tehát tegnap is a hármat ütöttek, abból kettő ilyen épp, hogy átsorgott a Tironenen. Ugye ez egy kicsit bosszantó, de tényleg ez a szezon, ez valami hihetetlen volt. Én szerintem nincsen min bosszankodni. Tehát Salzburg az egyik legjobban finanszírozott csapat a gárdában, és azt azért az elmúlt években, amikor viszonyítottuk önmagunkat a mezőnyhöz, vagy a mezőny élvonalához, akkor mindig elmondtuk, vagy elmondta a klubvezetés, hogy azért finanszírozásban, meg minden másban óriási a különbség. Ez a különbség egyáltalán nem látszódott a pályán, úgyhogy az se baj, hogy nem tudtunk mérkőzést nyerni. Óriási dolog, hogy pariban voltunk az Salzburggal. Még a legelső mérkőzésen is a döntőn kint, tehát nem tudtak sokszor velünk mit kezdeni, nem tudtak minket úgy a kapunkhoz szegezni, hogy mondjuk nekünk ne legyenek meg a másik oldalon a lehetőségeink, tehát ez egészen elképesztően parádés, és ráadásul úgy, hogy most azért a csapat jóval nagyobbat ugrott előre a terv szerinti haladásban, mint azt egyébként remélte a menedzsment, úgyhogy le a kalappal. Hát, és meg nyilván hiányzott egyfajta döntőbeli rutin, amit ugye nyilván mondjuk nem egy Debrecen elé magyar kupa döntőben vételez magára az ember, hanem ez az ilyen nagy döntő, de miatt még erről beszélnénk, még Zolira vagyok kíváncsi, mert nyilván itt közülünk a legrutinosabb, meg a legrégebb óta meccsre járunk, meg hát te vagy az, aki még emlékszel arra, hogy milyen volt, amikor ugye a videóton UEFA kupa menetelését élte meg igen, a város. Nyilván azóta nagyon sok víz lefolyt a Dunán, csomó minden más lett, de azért ez egy, ha nem is akkora, de hasonló csodálatos szereplés igen, volt. Igen, nem rossz párhuzam, egyébként nyilván az is egy csoda volt, mondjuk ott azért abban a pillanatban is tudtam mindig, hogy egyszeri csoda, itt reméljük, hogy azért nem feltétlenül csak egyszeri, de most eszembe jut az is egyébként, ami azért annál sokkal közelebb volt, bár már annak is 13, nem is tudom, hogy számolom, nem? Na most mi segítünk. Igen, szóval az a lényeg, most már majdnem 20 éve, vagy több is, mint 20 éve, hogy amikor először lett bajnok a Volán, mármint nem történelmében legelőször, tudjuk, hogy 81-ben egyszer egy Székesfehérvár Volán egyszer megnyerte a bajnokságot, de jöttek azok a csodálatos 90-es évek, amikor ugye az Ocskai Palkovics féle generáció elkezdett nagyon komolyan ellenfele lenni a nagy csapatoknak. Először azért voltunk büszkék, mert ugye a Fradival játszhatott még a régi Budapest sportcsarnokban döntőt, már az is olyan volt, hogy Zalándok út, autókaravánok, óriási hangulat, és ott még kikaptunk.
Aztán jött a Dunafair, amelyikből megépítettek egy nagyon erős csapatot, és akkor egy ilyen erős megyei presztízzel, nagyon komoly, olykor tényleg véremenő vetélkedés, de ők is megvertek minket. És hát 99-ben volt szerencsém közvetíteni azt a döntő sorozatot, amikor először nyert a Volán is. Ez egy olyan elképzelhetett, nekem, mint riporternek, meg helyszíni sportémének az egyik legnagyobb katarzis volt életemben. Ott egy szintén 4 győzelemig tartó döntőben kezdtük elhinni, vezetett az első 2-3 meccs után a Volán, és akkor aztán a Dunafair a hatodik, létező hatodik meccsen már az egyenlítésért játszott otthon, és az a meccs is úgy alakult, hogy elhúzott egy kicsit a Volán, de aztán jött valami kiállítás, kizártak tőlünk egy kulcsembert, a Dunafair egyenlített, és hosszabbítás következett, és hát mindenkiben az volt, hogy ezt a hosszabbítást elveszíti a Volán, akkor a döntő meccs az már nem a miénk. Ezzel a történelmi meg lélektani háttérrel, és a hosszabbításból eltelt 18 másodperc, azért emlékszem rá ilyen pontosan, mert 18 évvel történt a Volán első bajnoki címe után, 18 másodperc, és Kandyal Balázs ütött egy gólt, és én sportembereket olyan extázisban életemben nem láttam. Tehát ott tényleg ott 20 évnek a minden terhe, minden elképesztő akarása, ilyen közös óriási üvöltésben tele volt fehérváriakkal égcsarnok ott a kapu mögött, tényleg Ocskai Gábor nem felejtve soha, hogy micsoda szemben, micsoda elképesztő extázisban ünnepelt. Szóval, hogy megvannak az emberek ezek az emlékei, és biztos ilyen lesz majd az is, hogyha egyszer esetleg az osztrák ligát sikerül megnyerni. Most erre reálisan ebben a döntőben nem volt esély, de nagyon nehéz ezt is úgy nézni, hogy tényleg nem kalapot emelve a fiúk előtt, mert ahogy Zsombor is mondta, tényleg annyira kis nüanszokon múlott. És biztos van ebben sorszerű, meg biztos az Salzburg rutinja, de amit például most az utolsó előtti meccsen történt, ugye Hári Jani is külön megemlítette, hogy úgy kaptunk gólt, hogy eltörött a buliban a centerünknek a botja, és amíg ő ott bot nélkül próbált védekezni, azelőtt ők beütötték a gólt. A 4 meccsből 3-szor ugye üres kapus gól volt, a negyediket csak azért nem, mert a második hosszabbításban már aranygól van. Tehát ezek egy gólos vereségek valójában, mindegyik, kivétel nélkül, még akkor is, hogyha az üres kapu miatt 2 gól lesz belőle, és azért 4-szer 1 góllal kikapni, ott tényleg azt gondolja az ember, ahogy te is mondtad, hogy járt volna az egy gólocska, meg is voltak az esélyek, hogy néha mi üssünk gólt, de hát ez most még így akart a sors, ugyanakkor meg azt kell mondani, hogy én nem tudom, volt-e a ennek sors, a meg az osztrák bíróküldés. Igen, de azért hagyj fejezem, tehát az nem tudom, hogy volt-e ebben a ligában, vagy bármilyen ligában olyan, hogy egy csapat tényleg vereség nélkül menjen végig egy rájátszáson, tehát ennek az Salzburgnak azért az erejét mutatja, hogy kisöpört mindenkit. És biztos, hogy mi voltunk a legnehezebb ebben, ami óriási dolog tekintettel arra, hogy a Klagenfurt meg a Villachal meccseltek előttünk, tehát ellenünk tényleg vértizzadtak, rajtuk is látszott, hogy azért kellően föl is paprikázottak, úgyhogy szerintem már az óriási dolog, hogy egy ilyen erejű ellenféllel szemben tényleg simán nem volt az esély. Hát egy héttel ezelőtt itt ültünk, tippelgettünk, nem gondoltuk, hogy egy héttel később már vége lesz sajnos a döntőnek, de még így is azt gondolom, hogy ez itt tényleg nem kell senkinek keseregnie. És most még elevezhetünk, meg belemehetünk abba, tényleg, ha visszamegyünk a legelső mérkőzéshez, ami ez a kétszeri hosszabbítás volt, hogy mekkora egy hülye ökör szabály ez, hogy teljes hosszabbítás van, tehát ugye 20 perces hosszabbítások vannak, és akkor 4-4 ellen, meg 3-3 ellen, tehát az NHL-ben ugye ott úgy van, hogy rendes hosszabbítás, de rendes létszámoló. Tehát tényleg a 4-4 elleni játék is ugye már speciális sorokat igényel, hiszen az kvázi egy emberelőny, emberhátrányos speciális sor, mert vagy egy backet, vagy egy támadót veszel le, tehát nyilván sőt, ugye klasszikus, ha 4-en vagy, akkor egyen kevesebb a támadó, de a 3-3-3 elleni játék az gyakorlatilag lutri. És ugye, hogyha, ha már tényleg ott vagyunk, hogy legalább egy győzelem járt volna nekünk, akkor ugye ott az volt a helyzet, hogy Erdély Csanád ütőjében ott volt a győztes korong, és lehet, hogy egy egészen tudom én, más helyzetben, vagy 5-5 ellen az egészen másképpen alakul. Tehát itt azért bele lehet menni ebbe, hogy egy döntőre ezt, ilyen szabályt hozni, nyilván ez a rájátszás szabálya, de hogy ez egy teljes ökörség, hogy 3-3 ellen. Mert az, hogy egyébként ugye, amikor behozták ezt a szabályt, mondjuk egy alapszakasz mérkőzésen a második hosszabbítás már 3-3 ellen megy, az oké, egy pont múlik rajta. Na de itt egy döntő indult el úgy,
hogy egy ilyen, tényleg egy óriási mákos góllal. És az micsoda lélektani előny lett volna, nyilván nincs a sportban, lett volna meg ha, de micsoda lélektani előny lett volna, hogyha nyerünk Salzburgban, és egyből elveszük a pálya előnyt a Bikáktól. Hát a páratlan nagyon sok volt, ha mi a szerencsétlen részét illeti tőlünk. Ugye ez a 3-3 elleni játék, igen, nem lehet róla vitatkozni, hogy igazságos vagy nem. Már ez pont olyan mérkőzés volt, hogy az első hosszabbításban... Ez egy roncsderbi, ez egy roncsderbi. Az első hosszabbítás meg igazából nekünk volt egy-két helyzetünk talán, de hogy talán a Hári mondta utána, nem nagyon történt semmi. Ugye itt arra lehet játszani, hogy ugye a második hosszabbítás is mondjuk, ha 5-5 ellen megy, akkor ott ahogy fáradnak, stb. Tény a 3-3 ellen kicsit fura, így rögtön az 5 után. De hát sajnos, ha az nincs a sportban, igen, meg hát ha itt a bírók is ezért szóba kerültek, az ezt is szerintem említsük, meg már nem... Salzburg ellen, tehát Salzburg nem szorulna rá a bírói segítségre, de az itt volt néhány vitatott eset, akár a só eltiltása, még az Isti arcát, ugye, amikor az elődöntőbe ütközték szét, és azt vissza se nézték a bírók, de a sónál igen, és utána hiába ütközték le a magót kint Salzburgba, itthon azt se nézték vissza, szóval voltak azért itt furcsaságok. Hát de tény, az, hogy Salzburg a három söpréssel megvívott párharc, az magáért beszél. És azért ne felejtsük el, hogy az első salzburgi, tehát a legelső mérkőzésen kint Salzburgban Hári ütött egy gólt, amit videózás után nem adtak meg. És helyszínen nézzük vissza a fényképen, hogy fogja a salzburgi játékos a Hárinak itt a... Ez nem érdekes, de vélem nem szerint Salzburgi foghatját. Tehát nem feltétlenül volt az egy szabálytalan gól, mert ugye arra hivatkozva vették el, hogy felborította a kapust. Hát igen, hogy a Hári előbb került be a kapuba, mint tehát a korom. Ott ütöttünk egy gólt, amit nem adtak meg a hosszabbit. De így szokott ez lenni, hogy egy nagy bajnokság, ahol ugye megvannak a hagyományos élcsapatok, a Klagenfurt, tényleg a Bécs és a Salzburg, és akkor jön a legkisebbik, akire sose gondolt senki, hogy majd egyszer eljut oda, és hát nyilván tényleg, ahogy mondtuk, a sors, a játékvezetők, tehát a csomó minden beállt abba, hogy figyelj, itt ezt most még ne. Jó, tehát neked még azért kétszer, háromszor el kell ide jutni ahhoz, hogy mondjuk reálisra legyen esély, és azt mondják, hogy hagynak téged nyerni. Hát erről is beszéltük a múlt héten, hogy 15. szezonja ez a Volánnak, és kezdetben annak is örülni kellett, hogy meccset nyerhettél. Nem csak a bírók miatt, de ott az alapszakaszban az új vendégnek, a lenézett vendégnek kijáró fogadtatás járt minden értelemben. Az ellenfelektől is, a szurkolóitól is, és a játékvezetőktől is. Azért más az, hogy egy döntőben érzed azt, hogy nem ugyanazok az esélyek. Nyilván nehéz ez, mert azt gondolni, hogy majd most mi jutunk be 3-4-szer a döntőben, és akkor már utána minket is respektálni fognak, hát ahhoz azért nem akármilyen teljesítmény kellene. Az első mérkőzés, amint ti kint voltatok egyébként, én azt ott éreztem azt itthonról követve az eseményeket, és hát tényleg imádkozva, hogy valahogy a másik kapuba csorogjon be egy ilyen szerencsétlen korong, hogy az ilyen rájátszásos párharcoknak a lélektana szerint mindig az első meccsen a legnehezebb a házigazda dolga. Tehát ott azért nagyon komolyan rajta van az a teher, hogy ezt a pályaelőnyt ezt meg kell védeni, az ellenfél még viszonylag felszabadultabban játszhat, mondhatja mindenki, hogy még sok meccs van hátra, és ha ott megcsíped, azzal a lendülettel eljött, tehát nem gondolom, hogy a Volán megnyerhette volna ezt a döntőt egyébként, de egészen más lett volna a lélektana, ha ott mi találjuk azt a gólt, és az Salzburgnak kell egy kicsit nagyobb abszemmel a seggébe játszani, a következő mérkőzéseken, eljönni kétszer úgy Fehérvárra, hogy itt azért tudjuk, milyen a katlan. Nem baj, ez így volt. Ami nagyon nehéz ebben, és célozva az iménti gondolatra is, ugye Hári Janinak meghallgattam most a meccs utáni nyilatkozatait, az utolsó meccs után, és kétszer mondta el, hogy majd jövőre visszavágunk, és nem arra gondolt, hogy majd mikor legközelebb találkozunk az Salzburggal, hanem hogy a második válaszában ki is mondta, hogy még egy kicsit változtatunk a kereten, levonjuk a tanulságokat, és jövőre bajnokok leszünk. És ebben a jelenlegi helyzetben ezt nyugodtan mondhatja, mert tényleg nem sokon múlt, hogy nem mi lettünk, ugyanakkor pontosan tudjuk, hogy hány elképesztően kevény és nehéz meccs, és hány tényező kell ahhoz, hogy ez még egyszer sikerüljön. Kicsit ezért is sajnálja az ember, hogy most nem, mert tényleg nem tudni, hogy nem vagyunk Salzburg, akinek azt mondja, hogy hát 4 évből kétszer úgyis bejut a döntőbe. Igen, csak ugye itt is az van, hogy aztán ugye, hogy az idei eredményt majd tovább tudja emelni, és még egy kicsit magasabb pulcra tudja tenni
a jövő évi szereplés, hogyha tényleg jövőre is eljutunk a mondjuk a négy közé, vagy a döntőbe, nem kell ehhez megnyerni, csak hogy megint itt körül legyünk, mint az, hogyha esetleg jövőre nem jutunk rájátszásba, akkor az lesz az emberben az érzés talán, hogy mondjuk ez idei kifutott eredmény volt. De ha sikerül megint ezt nagyjából megcsinálni, akkor azt fogod, hogy igen, ez hát tényleg tényleg valaminek nem a vége volt, hanem az eleje. Hát valami igazságos ebben a bajnoki rendszerben, és nem a rájátszásra gondolok, hanem az egész irtózatosan hosszú szezonra, meg középszakaszra, hogy azt mondani, hogy kifutott eredmény biztos nem lehet. Tehát egy csapat, amelyik eljut egy ilyen alapszakasz, középszakasz, rájátszás után a döntőbe, Az teljesen alkalmas rá, hogy döntőt játszon, és akár nyerjen is. Itt az a kérdés, hogy mennyire sikerül, mert nyilván ez Gál Petéknek azért nem kis matek feladvány lesz megőrizni a csapat erejét, a játékosokat, adott esetben távozókat hasonló kvalitásokkal pótolni, mert hogyha ebből indulok, hogy most milyen ez a volán, akkor tényleg simán el tudjuk képzelni, hogy jövőre is egy nagyon jó szezon lesz, de hát az már egy új történet. Hát meg nem felejtsük el, bocsánat, és tényleg utána jelentjük, hogy a BL is lesz, tehát hogy ott nem csak a játékos keretet kell egybe tartani, hanem ezt még meg is kell erősíteni mélységbe. Tehát nem, egy BL-ben nem feltétlenül mehetünk ki, vagy állhatunk ki mondjuk két fiatal sorral, ha mondjuk úgy jönnek ki a sérülések, vagy utána az osztrák ligában hétvégén. Tehát itt a menedzsmentnek tényleg komoly nyara lesz, mert egy másfél csapatnyi játékost kell. Csak hát arra is kell figyelni, hogy most ott a másfél csapat az erősnek érzem, mert azért első körben meg rá is nézve ez 6 plusz mérkőzés jelent, ugye arra is figyelni, hogy ne költse magát túl a persze. Csapat, tehát ne legyen az, hogy tényleg van mondjuk másfél csapatnyi, ráadásul másfél csapatnyi drága játékosod, és az egész mondjuk kipukkad, és azt mondod, hogy ahogy egyébként a Bolzano ugye, amikor ő bajnok lett, akkor utána majdnem csődbe ment. Tehát, hogy itt ebben nagyon kell figyelni szerintem, és ezért lesz egyébként kutyakemény nyara, meg szerintem jövő éve a menedzsmentnek, hogy ehhez az anyagi hátteret hol szedi elő, és egyébként, ha már Red Bull Salzburg, ugye van magyar energiaital gyártó cég, akiről egyébként tudjuk, hogy van mögötte komoly tőke, mert hogy ugye annak idején a Form 1-ben is a Villiers csapatot szponzorálta, tehát hogy kedves vezető. Mi még a FMC-s akkor... vizet isszuk minden esetre, úgyhogy... De várjuk a szponzorok jelentkezését. Igen, ez csak ilyen eszmei dolog, és tényleg ez lesz a lég, amit ti beszéltetek, de én azt gondolom, hogy ha már elveszítettük ezt a döntőt, abban kapaszkodhatunk, hogy egy következő, ami a Hári Janinak a nyilatkozatában is visszaköszön, következő jó szezonhoz ilyen lelkiállapotok, ez az ideális, mert ha megnyered a döntőt, akkor mindig felmerül, hogy nem az, hogy kifutott eredmény volt, de hogy adott esetben lesz-e ugyanolyan motiváció a következő szezonra. Hát ezeknek a fiúknak azt gondolom, most írtózatos motivációjuk lesz, hogy azt a küszöböt, azt át is tudják lépni. Krisztián, egy 20 perc ezelőtt akartam mondani. Semmi. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy hogyan reagál a piac a volán sikerére, hogy ezek a játékosok mennyivel lesznek kaposabbak, mennyire akarnak itt maradni. Ezt szerintem, bocs, és itt közbevágok, tehát itt ez egy nagyon komoly hiba lenne a klub menedzsmentjéről, hogyha azt mondaná, hogy na nézzük meg, hogy reagál a piac. Nem. Én nem itt azt mondtam, hogy ez a megfelelő. Nem, csak azért mondom, hogy itt ezt tisztázzuk is le, hogy itt most még inkább, ott a helyzet, hogy igenis menni kell, és azt kell mondani, hogy mi vagyunk azok, akiknek adják pénzt, mert jók vagyunk, egy olyan bajnokságban szereplünk, amely egyébként nem csak egy 10 milliós piac, hanem ennél sokkal nagyobb, mert Olaszország, Ausztria, Szlovénia, Csehország, Magyarország, tehát hogy ez egy olyan EU, közép-európai piac, plusz a bajnokok ligája, hogy ide adjál nekem pénzt. Abszolút. Itt nem lehet azt várni majd, hogy amiatt, mert bejutottunk a döntőbe, most majd mindenki jelentkezik, hogy lehet, hogy lesz egy-kettő. Meg lehet, hogy... Tehát azért egy gombostűt nem lehetett lejteni, ugye, a hazai döntőmeccseken. Tehát brutális teltház volt, de napokkal előre nem volt jegy. Már évekkel ezelőtt egyébként téma volt, és aztán volt, amikor meg is valósult, és most anélkül tényleg, hogy a... Nem a politikát akarom belekeverni, de van ebben a magyar sportban sok olyan szegmens, amely elég nagy állami támogatást kap, különösebb eredmény nélkül. Szerintem, hogyha valahol, akkor most azért abban is lehetne bízni, vagy afelé is kellene menni, hogy olyan szponzorral, aki adott esetben lehet, hogy központi, lehet, hogy nem túl szimpatikusan, nem túl piaci, vagy nem tudom, tehát hogy volt, amikor volt ilyen támogatása a csapatnak. És ha valamikor, akkor most szerintem megint lehetne, mert ez viszont a magas sportágában tényleg egy kiemelkedő siker.
ahogy a női kosarasoknál volt most a Soproni, ugye a hétvégén Euroliga győzelemmel, tehát hogy ha egy-két ilyen van, akkor azt tényleg föl kell emelni, mert ők megérdemlik, tehát ott tényleg jó helyen van a pénz, és nem merül fel, hogy arra megy el, hogy mondjuk negyedik legyél a magyar bajnokságban nagyon sok pénzt keresve. Igen. Hát tényleg ez azért óriási élmény. Én azt mondom egyébként, hogy nyilván fontos az elemzés, meg nyilván a menedzsment is azért már előrébb jár, mint bármelyikünk gondolatban, meg tervekben, de azért szerintem mindenki számára fontos, hogy ezt a sikert tényleg megéljük, és hogy tényleg itt a szemünk láttára írtak történelmet a srácok, és nagyon kivételezett helyzetben vagyunk, hogy ezt átélhettük, vagy hogy szurkolhattunk nekik, mert tényleg ez egészen elképesztő, óriási dolog, és hogy fogalmaztál, hogy jön az Salzburg, meg a kicsi Fehérvár, hát a kicsi elnáspángolta gyakorlatilag majdnem a teljes mezőnyt, egyetlen egy csapat kivételével, ha úgy tetszik. Úgyhogy ez egészen brutális és elképesztő eredmény, és hát reméljük, hogy akinek itt kell maradnia, az itt marad, és nem áll tovább, és nincsenek ilyen szándékai, meglepő lenne egy ilyen szezon után. Bárki tudja. Hát ilyen szóval után lehet elmenni a Delbe. Pont ezt akartam mondani egyébként. Vagy a finn, a svéd első osztályba, úgyhogy... Necces, de hát ezzel biztos, hogy nem tudnak védekezni. Szerintem a Gálpetiek még BL-el sem, hogyha valaki olyan riválistól kap sokkal kedvezőbb ajánlatot, akár egyébként ligán belül, mert ne tévedjük, itt vannak, akik tudnak... Lehet, hogy ligán belül amúgy egy-két légiósnál lehet, de mondjuk a magyar... rokat nézve, szerintem ligán belül hát, a légiósokról beszélnek hát, egyértelműen, persze. De Hárinak, meg Bartalisnak én úgy tudom, hogy hosszú távú szerződése van, ugye ez. Igen. Tehát, hogy nem egy-két évre. Így van. Visz. Úgyhogy nem. Szerintem a Terbo Szarowernek is 1+1-je volt talán. Igen, hát de figyelj, Szarower szerintem... Innen megy nyugdíjba. Így van, tehát, hogy... Na mindegy... És keveset említettük a vezetőedzőt, vagy keveset foglalkoztunk ebben a beszélgetésben. Én alapvető kulcsnak tartom egyébként abszolút, Kevin Konstantin személyét. Tehát, hogy sokszor szóba kerül egyébként akár a Zoli által finoman célozgatott magyar labdarúgás kapcsán, hogy vajon mennyit számít egyébként mondjuk az edzőnek a személye, mikor ugyanaz a 11 játékoson a pályán, ugyanazokkal a képességekkel. Szerintem például Kevin Konstantin esetében tökéletesen látszik, hogy mit jelent egy vezetőedző, és annak a mindenféle fajta képessége, a csapattal való kémiája is, mert lehet, hogy egy másik helyszínen, egy másik csapatnál, ami mondjuk hasonló képességű, nem biztos, hogy ugyanezt elérte volna Kevin Konstantin. Lenyűgöző egyébként, és minden valahogy sűrűsödik benne, ami miatt a hoki szerintem amúgy egy átlag felett van őszintességében, és tényleg ilyen... Hát nem is tudom, hogy úgy mondjam, hogy tisztaságában. Engem már sokkal régebben is legyűgözött az, hogy egy hoki meccs után mindig hallasz őszinte hangokat. Tehát nem az van, hogy hülye volt a bíró, szemét volt az ellenfél, csaltak ellenünk, hanem az van, hogy nem voltunk elég jók, még jobban oda kell tenni magunkat, legközelebb megpróbáljuk, és ez tényleg történelmileg visszanézve is így van, így volt Kovács Csabiék, Ocskai Gabiék esetében is, és most azt látja az ember, hogy ide jön egy ember a világ legnagyobb hoki kultúrájából, óriási eredményekkel a háta mögött. És mondjuk tényleg olyan meccs után, ahol azért habzik az ember szája, meg fönn van a púzusa, hogy tényleg más mércével mértek minket, meg az ítélet meg. És azt mondja mondjuk egy ilyen elvesztett Zalduri meccs után, hogy ez egy fantasztikus jó playoff meccs volt, ezért szép a hoki, sajnos nem minket segített a döntő momentum, és tegnap is látszólag tényleg megindultan, és szinte meghatottan beszélt a Kevin Konstantin arról, hogy milyen fantasztikusak a srácok, és hogy miattuk csalódott nem bennük azért, hogy nem sikerült nyerni. Tehát, hogy ez egy végtelenül jó dolog, hogy ilyen kommunikáció is van. Meg hát ő is ide jött, tehát a liga ismerete nélkül jött ide, oké, hogy komoly múlttal rendelkező, és gyakorlatilag a ligában évek vagy évtizedek óta itt edzősködő kollégáit iskolázta le. Gyakorlatilag az egész szezonban, tehát Salzburgon kívül mindenki mögöttünk van. És ahogy azt hiszem, nem mesélted nekem, hogy azért brutálisan felkészül. Bizony, tehát azt a játékosok többször elmondták, hogy akár a szezon elején iskolapadba jut mindegyik, és volt tananyag, amit be kellett biflázniuk, be kellett tanulniuk, de a kis Dávid is, ahányszor beszéltem vele, mondta, a pont Füllagban is ugye kim voltunk, amikor továbbjutottunk, mondta, hogy hazafelé, meg másnap már a Salzburg meccsét fogják elemezni. Tehát olyan, fölcsapják a laptopot már a buszon hazafelé, és már elemzik az adott mérkőzést, tehát eszméletlen alapos
alapos munkát. Bízunk benne, hogy ő is itt sokáig marad, mert az azt jelenti, hogy akkor sokáig vannak eredmények, de ugye most már elment 25 perc a műsorból, és azért még van miről beszélni, úgyhogy... Hát az első harmad. Nyilván fogunk még a jégkorongozókkal foglalkozni a következő hetekben, hónapokban, hiszen héten majd lesz Bajnokok Városa, és oda is gondolom én majd jégkorongos vagy jégkoronghoz közeli vendéget fogunk tudni hívni. De menjünk akkor tovább, mert ugye, ahogy említettem, ez a hétvége azért ezzel együtt nem a legszebb arcát mutatta a fehérvári sport szempontjából, hova tovább ugye a kieső, én azt gondolom, hogy gyakorlatilag most a tuti kieső MTK elleni MOL-Fehérvár pontszerzés az egyetlen, ami nem ugye vereséggel végződő mérkőzi. Zsákban a pont! Fontos pont. Nem olyan könnyű onnan. Hungária körúti oroszlán barlangból elhozni a pontot. De hogy van az, hogy van egy csapat, amelyik tényleg 77 percen keresztül semmit sem csinál, aztán jön a Fityó, megvideózzák a becsúszását, ugye Fiola Attila, megkapja a piros lapot, mert elkezd játszani egy csapat. De tök jó, azért ott a mester után, hogy a Fityóért is küzdöttek, én meg azt gondoltam, hogy lassan már nem fizet fogadóiroda azért, hogy Fiola a pályán fejezi be a mérkőzést, és tök jó, hogy ő tényleg, bár itt sokszor kitárgyalt, hogy ő ment ki a szurkolókhoz, benne lehet érezni a tüzet, na de könyörgöm, ilyen rutinnal válogatott játékosként az, hogy két meccsenként kiállítatja magát, olykor második sárgával, ami azért egy tök kezdő hülye gyerektől is néha már rossz, amikor nem fogja vissza magát egy sárga lappal a háta mögött. Tehát, hogy mintha egy kicsit úgy túl spilázná ő ezt a dolgot, de hát végül is a csapatnak ez most jól jött, mert tényleg mint egy nyakleves. Az más kérdés, hogy tök sima kieső az MTK jelen állás szerint, bár nekem úgy szimpatikusak, hogy fiatalok, meg vannak ügyes gyerekek. Hát azért ezt a csapatot tényleg nem azt kéne ünnepelni. Érdekes volt, néztem tegnap egyébként ugye a meccseket közvetítő sportcsatornának a magazin műsorát, ahol ugye annak kapcsán is beszélgettek, hogy ugye jövőre majd ugye jön ez az új fiatal játékperceket ösztönző támogatási rendszer, hogy ennek kifelel meg. Két csapat felel meg ennek, és ez a két csapat egyébként, aki a legtöbb fiatal játékpercet tudhatja maga mögött a szezonban, az a két csontkieső, az MTK és a Gyirmót. Egyébként teszem hozzá, a Gyirmót mögött nem sokkal van lemaradva, 10 pár perc vagy 20 perccel talán ugye a bajnoki tabellán második Puskás Akadémia, tehát van azért pozitív példa is, de ha fiatal magyar játékosokat küldesz a pályára, akkor most ebben a 12 csapatos bajnokságban ez a akkor tegyük fel a kérdés, hogy mi a célja a klubvezetésnek? Dőljön a lé, vagy maradjunk benne? Hát ezek szerint nem mindig, hogy összeegyeztek. Én legalább kis csapatok esetleg. A Gyirmót egyébként tényleg? Tehát ő most mire igazoljon? Jó, mondom, tehát látjuk, hogy a Kisvárdában hány van, de tényleg egy Gyirmót mire igazoljon 24 légiost? Akkor tényleg játszanak inkább a fiatalok. Nyilván az a tulajdonosnak, annak a anyagi háttérnek egy komoly segítség az a pénz, amit kapnak, aztán majd jövőre vagy visszajutnak, vagy nem. Még az is lehet, hogy bennmaradnak valahogy, nem tudom, de nagyon rosszul azért nem járhatnak. Én azt hiszem, hogy megvan a két kieső, de ez az én megnyugtató. Én vélem. Egyébként néhányat mi is veszélybe voltunk. De teszem hozzá, hogy az Újpest is ugye néhány hete még, vagy tudom, két hónapja még azért úgy volt, hogy bőven benne volt, hogy kieső, most pedig ott van, hogy 3 pontra van, vagy kettőre a negyedik helyezett Zalaegerszegtől, és a negyedik hely az, ha a Fradi megnyeri a Magyar Kupát, akkor nemzetközi, tehát konferencia ligát ér. Ez olyan, hogy ketten szkandereznék, és így vezetnénk a naplót, hogy mikor kinyert, és az elő még utolsó voltál, most már első vagy, mert egyszer lenyomtál, vagy kétszer. Tehát a 12 csapatos bajnokságban nyersz két meccset, és az edző buktató kieső jelöltből hirtelen már az Európa Ligát tervező csapat lesz. Azért nem mindig komoly. Hát érdekes, rejtélyesen működik most ez a vidi. Tehát elég, ha csak visszagondolok a Kisvárda elleni meccsre. Tehát 12. percig nem volt futball. Se védekezés, semmi. Három gyönyörű gól volt a Kisvárda. Persze a másik oldalon volt. De az MTK-nak is egyébként az első fél időben, tehát volt egy 10 perc vagy 5 perc, hát egy más után óriási zicsereket dolgoztak ki, és az égbe lődözték a labdát. Valós csapat még nem dolgozott annyit Magyarországon, összesen, mint az MTK vidi körülbelül. Nem győzte pörgetni a képkockákat a varkocsiban, tehát hogy tényleg rejtély, tehát egyszerűen csak néz az ember, hogy most akkor
Hát tudnak ők focizni, de akkor miért, ez miért nem egy ilyen konstans állapot, hogy ugye akarnak is, vagy hát, nem szerintem tudom, ennek nagyon-nagyon sok furcsa oka van, és annyi időm már nincsen, hogy erről beszélgessünk, hogyha fölnézek az órára. De ez a kisvárda meccsre visszagondolva, hogy talán tényleg jó, ez egy nagyon extrém meccs volt, tehát tényleg ilyen ezért nincs, hogy 13. percben 0-3, és még a szöglet is gól, de... Tehát, hogy ami mellé megy, az is gól, de hogy ott megmutatta, hogy... De nem volt szétfocizva ott a Vidi. Nem volt, és tudott fordítani, hát, hogy benne volt a képesség a csapatban, hogy küzdjön és menjen és fordítson, és nyilván ez így extázis, hogy ezt ilyen hátrányból meg tudja tenni. De hogyha ez így egy meccsen működik, akkor tényleg azt kérdez az ember, hogy akkor miért nem látja ezt egész szezonban. Mert mindig mondták, hogy nagyon megszakadunk, és igen, a küzdőszelemmel nincs gond, oké, de kevés. Tehát most az MTK ellen is ez a hátrány egy ilyen húgylangyos valami volt. Tehát nem azt érezted, hogy a csapat végre vérszagot kapott, megy a negyediké, kapadunk a kieső helyet, bedaráljuk, és akkor bizonyítunk, hanem ez ilyen, jó, vagy valami lesz. Igen, ez már nekem is feltűnt, hogy mikor élesedik a dolog, akkor ugye elkezdenek menni, és addig valahogy tényleg úgy hiányzik a nem is tudom micsoda. Hát azért nem nagyon volt ilyen helyzetben ez a csapat az elmúlt 10 évben biztosan, vagy most, hogy ugye oké, hogy volt egy 3 perc körülbelül, amíg ugye a kiesés szere is meglibbentette itt a Mól Aréna sóstó szögletzászlaját, de hogy egyébként meg tényleg ez a tavasz ez abban telik, hogy ott vagyunk a középmezőnyben, és akkor az a kérdés, hogy negyedik leszel, vagy nyolcadik, és... De pont és a negyedik hely még érhetne bármit is, tehát hogy így, főleg egy ilyen szezon után nem hajtja őket, hogy... Elmondták ezt nekik? Tehát az öltözőben van, gyerekek, a negyedik helyre kéne elmenni, az konferencia ligát ér. Tehát engem ez bosszant föl, hogy tényleg játszottunk két egész jó meccset, ugye a Kisvárdalán 0-3-ról jövünk vissza, majd utána játsszuk egy ilyen értelmezhetetlen 80 vagy 77 percet, amikor semmit nem csinálunk a pályán, de tényleg semmit. Hát annak szurkolunk, hogy les legyen az MTK gólya, mert amúgy már 0-3 lett volna fél időben. Tehát, hogy ez így... Hát? Majd utána most hétvégén megint összekapjuk magunkat, megint nyerünk, tehát hogy ez nem lehet ennyire. Nem lesz könnyű azért a Puskás Akadémia ellen, mert ők meg azért... Hát arra nem bár most ők már sincsenek. Lassan, ahogy a kieső jelölt, ugye a bajnoki cím is eldőlt, most... eldőlt, ez már szerintem régen. Meg most két. Most mezőkövesd jön a programban. Nem oda utazunk? Ránézek. Lehetséges, én a hollapon látom, hogy megint követ. Akkor a Puskás Akadémia, oké, jó, mindegy. Két hét múlva jön a PAF cigarettos. De gyakorlatilag az elmondható, hogy jelen pillanatban ebben az NB1-ben mondjuk három konstansan jó formában lévő csapat van, de senki sincs igazán jó formában, vagy senki sem nyeri magát halálra, de van három ilyen csapat, az egyik ugye most a Ferencváros, amelyik ugye az utóbbi hetekben, főleg itt azért Debrecen ellen ez nagyon meggyőző volt, én azt gondolom, a Zalaegerszegben jó formában, meg az Újpest. A többi 8 csapat, az gyakorlatilag így össze-vissza. De két olyan csapat, amelyik még egy hónapja még így kiesül. Hát, de ez így szokott lenni egyébként. Tehát ez azért nem, ez a nagy liftezés föl le, ez azért nem olyan. Én most nem jó, de azért azt várnád szerintem, hogy mondjuk az első 4-esből mondjuk 3 legyen jó formában. De a Kisvárd egyáltalán nincs jó formában, ott tényleg gyakorlatilag az attól üdűz föl, hogy meghallgatott, hogy Révész Attila mit mond a mérkőzés után éppen a játékosba rúg bele, vagy a szakmai stábba, két hete a játékosokban, most a szakmai stábba rúgott bele. Ott van a Puskás Akadémia, amelyik szintén nem olyan meggyőző, mint tavaly össze volt. És jó, most az Zalaegerszeg a negyedik, de reálisan nézed, akkor a negyedik erőt az a Molfehérvárnak kéne lennie, aki meg azért nincs jó formában. A Puskás Akadémia esetében azért ezt ne felejtsük el, hogy ott, és ezt Hornyák Zsolt el is mondta, hogy itt nem csak az a prioritás, hogy most legyünk minél jobban a Ferencvárosnak a nadrág szárán, hanem az, hogy lehetőséget szeretne adni tehát az utánpótlás nevelés is fontos, és hát azért becseréli a fiatalokat itt a meccsek végén, becserélhetne még plusz támadót is, de nem, sokszor a fiatalt viszi be a pályára. Ez a Hornyágról egészen kiváló munkát végez, és mondom, 3200 fölött van a fiatal játékperc, úgyhogy ott ez is prioritás. Nyilván ennek a kettőnek az eredménye
is az, hogy azért a Fradira nem tudnak annyira tapadni, és hát lehet, hogy nem is annyira akarnak. A Fradira senki sem azon gondolkozta a pont, hogy most már nem tudom, hanyadik bajnokság lesz zsinórban, amit nyer a Ferencváros. Ebből nem tudom, mennyi volt olyan, hogy mondjuk bármeddig is utolsó percig, vagy legalább néhány forduló vagy vége előtt még izgulni kellett. Inkább az a helyzet, hogy... Hát miközben tavaly ilyenkor szerintem 10-zel volt több pontja a Fradinak, és miközben a Hólfehérvár, amelyet ugye kimondatlanul a Fradi nagy ellenfelének építettek itthon fel, egy nagyon komoly visszaesésben van évek óta, először csak második hely sokkal lemaradva, aztán már harmadik, aztán már dobogó se. Vannak persze kiugró szezonok egy Kisvárdának, a Puskás így folyamatosan próbál, de hogy a Fradinak jó-e az, hogy gyakorlatilag itthon komolyabb erőfeszítés nélkül nyeri meg a bajnokságot? Van azért példa Európában, tehát tudjuk, hogy akár a skót, akár a nem tudom, holland, belga, ilyen bajnokságokban sincs kettőnél több éllovas vagy aspiráns csapat, de lehet, hogy mégis jobb lenne, hogyha egy kicsit a Fradinak is szenvednie kellene. A belga bajnokság az megérne majd egyébként egy műsor szeletet. Igen, ott ilyen nagyon bonyolult. Ott nem is a nagyon bonyolult, hanem ott most egy friss feljutó. Ja, igen, a Royal Excelsior vezet, és történelmet írhat. Uh-huh. És igen, eleve a klub fölépítés, ahogy összerakták ezt a csapatot, úgy jutottak föl, megtartották azokat a játékosokat, tehát ez egy nagyon érdekes dolog. De visszatérve az, ami Zoli mondta, hogy... Tahely Gyirmot. Minusz az eredmény. Tahely Gyirmot, igen. Hát igen. Jobban sikerülnek a meccsek. Kicsivel. Az biztos, hogy abban van igazság, amit mondasz, hogy ez mennyire jó a Fradinak. Ugyanakkor azt láttuk, hogy ősszel azért nem volt meggyőző a Fradi. Most is szerintem a szezonban, vagy a második felében Cselcseszovval ez volt talán a második olyan mérkőzése a Fradinak, ez most nagyon meggyőző volt, én azt gondolom. Tehát ezzel a játékkal, ez most végignéztem ezt a meccsét. Jó, is azért tegyük hozzá, hogy... De egy dolgot nagyon összerakott Carillo a télen, a védekezést, és ezt a védelmet most nagyon szétfociszta a Fradi. Hát biztos, hogy egyénileg a Fradinak vannak a legjobb játékosai. Tényleg jó lenne azt látni, én ugyan nekik nem tudok szurkolni, meg remélem itt az asztalnál a Kajzi kivételével senki, de hogy ugyanis most a múlt héten közvetítettem a Feyenoord-Szlávia Prága meccset, ami a Konferencia Ligában van, uh-huh. Amit most már sokszor lesajnáltuk, hogy tényleg még minek egy ilyen konfetti kupa. 3-3 volt, szenzációs meccs volt, és egyébként ez a két csapat, a Szlávia is így ontja a gólokat ebbe a kieséses szakaszba, és marha jó csapat. Nagyon jó meccset játszottak, és az jutott eszembe, hogy ez a Szláviát, a Ferencváros, a Bajnokok Ligája selejtezőjéből kiejtette. A Szlávia után átment az Európa Ligába, ott kiejtette a Légia, és úgy került a Konferencia Ligába, tehát hogy ő mind a három európai kupát megnyerte, de most a Konferencia Ligában már ott van a 8 között, és esélyes bejutni a 4 közé is, hogy bárcsak, tehát tessen ki a Fradi a BL selejtezőből, nem baj, ne jusson főtáblára az Európa Ligában, nem baj. Ott van ez a harmadik, itt már egész jó csapatok lesznek, azért egy Leicester, egy PSV ott van. Én állítom neked, hogyha egy pici szerencsé lett volna a Fradinak a sorsolása, és nem egy ilyen BL szintű csoportot kap, mint ami volt ez a Betis Leverkusen Celtic, és ingathatod a fejét, ez egy BL szintű csoport. Ja nem, csak borzsolom a könnyemet miatt. Ja, szegények, BL és hogyha a koncepció nem az lett volna, hogy Söger végre támadó focival küldje pályára a Fradit a nemzetközi kupában is, akkor áteshettünk volna simán a Konferencia Ligába, és akkor most lehet, hogy arról beszélgették, hát hogy közvetítettél egy... Az igaz, hogy Celtic ott nem sok vizet zavart. Tehát ugye ők estek át, és aztán ki is zúgtak. Lehet. Egy ilyennek. A Bodø Glimt is ott van. Hötted, annak ismán. Azért példák. Menjünk. De egyébként én olvastam kommenteket, mikor a Vidi még mély repülésben volt a ferencvárosi szurkolóktól, hogy tényleg szívből kívánják, hogy ez forduljon jobbra, mert ez még nekik is rossz volt nézni. Ez figyelj, szerintem itt egy normális gondolkodás a futballszurkoló, legyen Ferencváros, legyen Újpest, vagy legyen Fehérvár szurkoló, szerintem azt szeretné, hogy mondjuk ez a három csapat, ez tényleg úgy uralja a magyar bajnokságot, három. Ferencváros, Újpest és a Mol Fehérvár. Ja, hogy az Újpest? Hát figyelj, azért az Újpest. Jó, csak kérdezem. Remélem, ti is érzitek. Azért normális érzésű futballszurkolók vagytok, hajrá lilák, hajrá zöldek, érzitek, ugye? Furcsa évet venni a beszélgetés.
Kajci nagyon szereti, hogy egyikük az Újpestnek szurkol, ő vállalja a Fradit. Egy Békés Csabai? Kispest valahol? Édes Istenem, Kispest. Találkoztatok már Kispest szurkolóval? Igen, igen, igen. Többen, mint Felcsupival, de ettől még... Jó. Jó. Na, hát, a nehezen feldolgozható témák után... Azért meg is emlékeztek a Honvéd szurkolók egyik vidi meccsen konkrétan. Ja, amikor beki... Amikor még igen. Amikor még kiabáltam. Hát igen, hogy trágárságot kiabáltak, és akkor ilyen rá kell szólni. És hát utána már miután mindig rájuk lett szólva, ezért már nem tudtak mit kitalálni. És akkor a bemondót kezdték el szintén. Rákerestek a Facebookon. Nem, ott a stadionban. De így is hagyták el egyébként a MOL Arena sóstól. Hogy... Adok tanácsokat, nekem szólnok róla. Igen, azt tudom, hogy téged ott különösen kedvelnek a Tisza ligetben. Jó, hát engem kézi meccsen saját szurkolókat ledobni, persze. De hát szóvá tettem, hogy nem szurkolnak, és olyan volt... Hiszen ezért vagy ott. Mivel olyan volt a hangulat, hogy hallatszódott, amit én mondtam a mikrofonba, ezért a szünetben erre reagáltak. Már közben is próbáltak, csak nem, én azt még ignoráltam. Én menjek ki, hogy engem még nem utálnak sehol. Elő, figyelj, még fiatal vagy. Na, tényleg kevés időnk van hát, és ha már a kézilabda szóba került, ugye, te egy nagyon jó periódus után, főleg hazai pályán, nem sikerült ezt a Dunai várost legyőzni, megyei rangadó, ami akkor is megyei rangadó, meg akkor is fontos mérkőzés, hogyha az egy csapat éppen mondjuk harmadik, a másik 13., de most adásul még közel is van egymás, volt egymáshoz a két alakulat. Kriszt, láttad? Többször is. Ugye? Józsa Krisztián azt mondta, hogy támadójátékban múltuk alul magunkat, én meg erre azt mondtam, hogy az eredményre ránézzük, akkor az látszik, hogy a védekezés az, ami biztos, hogy nem ment. Ugye te a Pijevics hát, nem játszott, igen. Tehát az első számú kapus hiányzott. Mi igen, volt ennek az oka? Hát őszintén szóval nem tudom én ennek a szakmai okait különösebben fejteket. De az biztos, hogy én azt gondoltam, hogy ez úgy nagyjából a végére egy olyan 2-3 gólos győzelem lesz ide, hiszen azért az első 5 percünk az elég jó volt, a 4-0-ra vezettünk, tök jó volt a védekezés, úgy nagyjából minden klappolt. Aztán azt mondták, hogy más semmi. És akkor egyszer csak az Újváros meg úgy fordított. De egyébként a közvetítésben is elmondtam, hogy a Dunaújváros tipikusan egy olyan csapat, ami sokszor, vagy az utóbbi időben legalábbis néhányszor az első fél időben nem találta magát, és aztán ezt tudja kompenzálni, vagy tudta kompenzálni. Hát ősszel is Dunaújvárosban mi vezettünk a második részben. Hát ez most meg nem. Igen, valóban. Az egy olyan meccs volt, ahonnét úgy jöttünk haza, hogy nyerhettük volna, de... Igen, igen. Hát ez nem nagyon sikerült. Nyilván egyébként ott Nikolett szerintem mindent megtett, ami tőle telhető, tehát nyilván jól jött volna Teá Pijevics jelenléte, ami nyilván erőt adott volna védekezésben is, meg úgy általában véve. Hát egy tipikus megyei rangadó, ahol bármi, bárhogyan előfordulhat. Jó lett volna behúzni zsinórban az ötödiket, de ez nem... Ötödik hazait, bocsánat, igen. Hát főleg úgy, hogy előtte Szombathelyen ugye azért megégtünk egy cseppet. Dunaújvároson mindig a baj van, mondtam. Ezért jó, hogy nem játszanak a kosárlabda bajnokságban, és akkor tényleg kevés az időnk, ugye elindult a középszakasz, ugye az Alba túl van két rangadón, viszont mind a kettőt vesztesen, de emelt fővel, egyre kevesebb légióssal, sok sérültel, milyen jelzőket mondjak hát, még? Olyan, mint egy ilyen kinekat a végén lenne, mindig leütnek egy bábút, aztán kivehetsz a startmezőre, mert Körmenden ugye a lehetséges 4 légiósból csak 2 játszott, aztán itthon a Szombathelyen már csak 1, nem is emlékszem ilyenre, hogy egy légiós játszon, és engem az bosszant nagyon, hogy tavaly elmondtuk, hogy a rájátszásban arra ment rá tulajdonképpen a Debrecen elleni párharc, hogy rosszkor, amikor mindenki egészséges volt, akkor idegenben is megvertük őket, akkor utána megint lesérült valaki, meg még valaki, és a végén ugye 2-0-ról elvesztettük a párharcot, és mondtuk, hogy jó, hát ilyen van most akkor, de most meg kezd ismétlődni, bár ez még hál' Istennek nem a rájátszás. Nem tudom, mi lehet az oka abban a szerencsén kívül. Eleve én a minimális kritikaként fogalmazom azért meg, de hogyha itt lenne Jimmy Buck, vagy lehet, hogy vagy Simon Balázs elmondaná, hogy mi az oka annak, hogy nem igazoltunk 5. légióst, miután elküldtük, vagy elment a center gyerek, aki egyébként nem volt egy teljesen használhatatlan játékos.
De hát ilyenkor látszik, hogy a négy az elég kevés tud lenni akkor, amikor mondjuk kettő megsérül, nem beszélve akkor, amikor három. Viszont hozzá kell tenni, és itt a Falko ellen az tényleg azért nagy pozitívum volt, hogy viszont a magyarok nagyon jól játszottak, azért Vojvoda Dávidot bőven légiós szinten kell kezelni, ez nyilvánvaló, Pongó Marcel igazolja, hogy kiváló igazolás volt, és most egy ilyen rangadó, egyébként Lukács Norbi is nagyon szépen felnőtt a feladathoz. Tehát gyakorlatilag 3-4 emberre építve tényleg egy utolsó perces meccset tudtunk játszani a Falkóval. Ettől még persze az a győzelem, vagy az a vereség, az fáj, ami éppen nincs meg. Felsőházi rangadón ritkán fordul elő, hogy a mindkét csapatnak a pontjainak a 90%-át a magyar játékosok dobják, mert mind a két csapatban 70 fölött volt a magyar pontok száma, és 10-valamennyi a légiós pont. Nálunk ez nyilván magyarázható a létszámmal is. De hát hogy a Falkonál meg ott játszik a fél válogatott, tehát náluk hiányzott két válogatott játékos, és így volt négy. Tehát ők így építettek csapatot, úgyhogy mindegy, hát még ebből bármi lehet, majd most a Szolnokot kell szombaton megverni. Hát legyen úgy, ez egy tökéletes végszó a mai műsorhoz. Uraim, köszönöm szépen, hogy eljöttetek, várunk legközelebb is benneteket. Önöket is várjuk legközelebb is a képernyők elé, de szerintem ne is menjenek sehova, maradjanak tovább is a Fehérvár Televízióval, viszontlátásra.